A romániai jogállamiság helyzete volt a téma az Európai Parlament állampolgári jogi bel- és igazságügyi bizottságának keretében tartott vitán. A bizottság munkálatai annak a plenáris ülésnek az anyagát készítik elő, amelyen az Európai Parlament Románia jogállamisága kapcsán foglal majd állást. Igen súlyos vádaskodások hangzottak el a romániai jogállamiságról tartott vita során. Franz Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke rámutatott, Románia néhány területen igen látványos fejlődés ért el az elmúlt években, azonban fennáll a visszafejlődés veszélye, ami nem csak a romániai demokráciát, hanem az országnak az EU-ban kialakított pozícióját is fenyegeti. A bizottság és az európai jobboldal, amely teljes egészében a romániai ellenzék álláspontját vette át, elsősorban az igazságügyi törvények módosítása kapcsán fogalmazott meg bírálatokat. Ugyanakkor az augusztus 10-i tüntetésen történt erőszakot ítélte el kemény szavakkal. Timmermans szerint tragédia lenne, ha a maraton utolsó kilométerén Románia elkezdene visszafele futni. Ha azokat a szabályokat, amelyekben európai szinten megegyeztünk, megszegik, a bizottság nem fog habozni, hogy levonja a megfelelő következtetéseket és bíróság elé vigye a román kormányt. Azok a hangok, amelyek igyekeztek érveket felhozni az igazságszolgáltatási reform szükségességének érdekében, amelyek elmondták, hogy számos módosítás éppen az Alkotmánybíróság és a Velencei Bizottság döntéseinek gyakorlatba ültetéséről szól, amelyek az igazságügy és a titkosszolgálatok bűnös összefonódását tárták fel, kisebbségben maradtak. 2009 óta a legfelsőbb bíróságtól származó adatok szerint a 30 ezer telefonlehallgatási igénylés közül, azaz 30 ezer közül csupán 3-at nem hagytak jóvá. Van még olyan ország az Európai Unióban, ahol hasonló statisztikáról beszélhetünk? A romániai jogállamiság helyzetéről szóló szavazás az állampolgári jog, bel- és igazságügyi bizottságban folytatott vita alapján szinte borítékolható. Ennek visszaütője azonban, hogy Bukarestben már is felerősödtek az unióból való kilépés szorgalmazó hangok, amelyeket néhány kormánypárti politikus is felkarolt.